Szeretnék üdvözölni mindenkit, és egy picit zavarban vagyok, mert amit itt a Svetelszky Zsuzsának az előadásában megjelent a gondolat, hogy vigyázni kell, nehogy ledobjon minket az internet. Velem ez történt, és az elmúlt fél órában a hálózat tájékoztatott arról, hogy sajnos valami probléma van, és nem tudok jelen lenni, és ettől egy picit, hogy is mondjam, remeg még a lábam. És hirtelen attól függetlenül, amit önök most látnak, eszembe jutott egy történet, amit én Szovjetunióban éltem át, egy szovjet vicc volt, lehet, hogy ismerik. Mi különbség van a pesszimista és az optimista között? A pesszimista azt mondja, ennél rosszabb már nem is lehet. Az optimista még lehet. Tulajdonképpen ebbe a korba léptünk be, hogy a változások olyan mértékben gyorsultak fel, hogy nagyon nehezen tudjuk kvázi hullámlovasként ezt megélni. Ennek tükrében szeretném azt mondani, hogy a változások azonban nem egyszerűen gyorsulnak, valahogy két, hogy is mondjam, alapvetően eltérő történelmi kor közé kerültünk, és ettől nagyon nehezen tudunk megbirkózni azzal, hogy melyikhez csatlakozzunk. Lépjünk egyet? Az előadásomban azt a problémakört szeretném egy picit körbejárni, csak nagyon röviden, amit itt elmondtak, hogy mennyi minden változás van, és szeretném megmutatni, hogy milyen olyan történelmi jelentőségű változást élünk át, amely az egyének számára, a szervezetek számára, de tulajdonképpen az egész emberiség számára nagyon nehezen, nagyon nehézé teszi az alkalmazkodást. Lépjünk? Ezt az ábrát bizonyára sokan ismerik, én a stratégiai menedzsmentet tanítva szoktam bemutatni. Ez egy szokásos életgörbe, ami érvényes lehet az egyén életére, a szervezet életére, de tulajdonképpen, mint látni fogjuk, a társadalom életére, az egész emberiség életére bizonyos értelemben. Önök most, akik hallgatják, azt gondolom, többségükben valahogy itt az első szakaszban vannak, a gyors növekedés, a karrier indításának szakaszában, talán kevesebben elérték már ezt a, hogy is mondja, menopauza korszakot, amikor a stabil fejlődési szakaszra kellene áttérni. Én személy szerint, de azt hiszem vannak még ilyenek, akik ennek az életgörbének valahol a végén vannak. Ugyanilyen válságokat él át egy vállalat, amikor ezt a növekedési görbét megfutja, az érdekes az, hogy ugyanezzel találkozik az emberiség. Lépjünk? Az emberiség életében is lehet értelmezni ezt, és jelen helyzetünkben ennek azért van jelentősége, mert az emberiség most érkezett el a gyors növekedés korszakának a végére, és kényszerül áttérni erre a bizonyos stabil és nem növekvő szakaszra. És ahogyan az egyén életében ez válságot jelentett, a vállalat életében válságot jelentett, úgy az emberiség életében válságot jelent ez, mert alapvetően más viselkedés igényel a gyors növekedés korszaka, mint a megállapodás korszaka. Lépjünk egyet? És azt, hogy milyen mértékben, tulajdonképpen csak két idézettel, csak az egyiket olvasom fel, mert nagyon jellegzetes, a kortársak a nagy nekilendülés korszakában, itt most Dickensre célzok, a Két város meséje című könyvének az indító, hogy is mondjam, bekezdése, ez egy könyv, a könyvek esetében mindig érdekes, erre fölhívom a figyelmüket, vagy az első bekezdést legalább, vagy az utolsót elolvasni. Nos, a bekezdése valahogy így hangzik. Ez volt a történelem csúcsa, egyben ez volt a mélypontja.
Ez volt a legnagyobb bölcsesség, egyben a legmélyebb ostobaság korszaka. Ez volt a hit, egyben a hitetlenség ideje. Ez volt a fény, egyben a sötétség évszaka. Ez volt a remény tavasza, egyben a kétségbeesés tele. Csak azért olvastam ezt föl, hogy érzékeljék, tulajdonképpen korunkat is lényegében ugyanilyen szavakkal írják le. Ez tehát azt jelenti, hogy egyszerre érnek minket olyan élmények, olyan hatások, amelyek a gyors növekedés korszakára utalnak, és amikben már valamiképpen a stabil növekedést el kellene érni. Lépjünk egyet. Most végig fogok menni, legalábbis terveim szerint, néhány olyan szakaszváltáson, további szakaszváltáson, amely életünket alapvetően meghatározza. A 20. században a világ egy viszonylag elterjedt, bár, hogy is mondjam, sokat vitatott kifejezéssel közlegelővé vált. Voltak szuverén országok, szuverén államok, és bizonyos területeken a világgazdaságban meg kellett állapodni, és meg is állapodtak betartandó szabályokban. Ugyanakkor a kapcsolatok folyamatosan erősödtek, és kezdetben a globális ellátási láncok, amelyek összefűzték a világot, az egész világot valamiféle ökoszisztémává formálták. Tehát a nemzetek, a szuverén nemzetek kialakították a 19. században és a 20. század jelentős részében a maguk nemzeti iparágaikat, és a nemzetek megszokták azt, hogy a ellátási láncok nemzeteken belül formálódtak. Ezeken később, a 70-es, 80-as évektől az ellátási lánc szétszaladt, és kialakult egy nagyon különös rendszer, amelyben nem ezeken a szuverén nemzeteken vagy vállalatokon belül húzódnak az ellátási láncok, hanem mint egy önálló, szuverén létezővé válva a nemzetek és az államok fölcsatlakoznak ehhez. A vállalatok rákényszerültek, hogy az értéklánc minél szűkebb területéről minél többet termeljenek, és folyamatosan fölcsatlakoztak ehhez az ellátási lánchoz. Ezáltal viszont a Föld alapvetően átalakult. Ugye ezt az alapvető átalakulást különböző metaforákkal, hasonlatokkal lehet leírni. Barátaim, hogy rögtön ezt eláruljam, barátaim szokták mondani, hogy a hasonlatok, amiket én mondom, a hasonlatoknak, hogy is mondjam, sánták, de azok a hasonlatoknak, amiket én mondok, lába sincs. Nos, ebben az értelemben szeretném elmondani, hogy a közlegelő jellegű világgazdaság egy picit hasonlított ahhoz, mintha társasházba költöztünk volna, mintha társasházban élnénk. Azt gondolom, hogy a többségüknek ez a hasonlat érthető, mindenkinek megvan a maga lakása, ugyanakkor tisztában van azzal, hogy meg kell állapodni másokkal arról, hogyan kell viselkedni a liftben, a szemetet mikor és hogyan kell levinni. Ehhez képest az ökoszisztéma olyanná tette a világot, mintha társbérletben élnénk. Életem során csak nagyon rövid időt töltöttem így, meg kell mondani, nagyon kellemetlen volt, amikor úgy érzed, hogy a saját lakásodon keresztül idegenek vonulnak át. Nos, az ökoszisztéma helyzet nagyjából ilyen. Mások közel kerültek hozzád, nem tudod őket kizárni, figyelni kell rá, amit te csinálsz, azonnal szinte mindenkire hat, és bárki bárhol csinál valamit, az rögtön hat rád. És ez egy nagyon a korábbiaktól alapvetően eltérő állapot. Lépjünk kettőt. Köszönöm, ez az. Még egy területen szeretném fölvillantani legalább ezt az összecsúszó korszakokat, amikről beszéltünk. A 20. század jelentős részében
az emberiség létszáma jelentősen nőtt. Ez azt eredményezte, hogy nagyjából a 70-es években, mintegy megijesztve a világot, talán nem véletlenül, jelentek meg azok a jellemzések és könyvek, hogy demográfiai robbanás, vagy demográfiai pokolgép. Ugyanakkor számomra legalábbis meghökkentő volt a múlt évnek egyik ilyen sikerkönyvenek az a címe, hogy Empty Planet, vagyis a kiürülő Föld. Na most, ha ránézünk erre a demográfiai előrejelzésre, ez három nagyon érdekes területet mond, és ennek a három nagyon érdekes területnek a különös és nehezen kiszámítható hatását. Itt van Európa, amely tulajdonképpen Európa és Észak-Amerika a fejlettek, amelyik a 19. század végén, 20. század elején demográfiailag is igen jelentős súlyú volt. 1950-ben már azt lehet mondani, hogy Ázsia jelentős mértékben fölnőtt ezek mellé. Ugyanakkor, ha rátekintünk a világra nagyjából napjainkban, 2020 táján, akkor látjuk, hogy Európa jelentős mértékben visszaszorul, és ezekhez képest Kína és India jelentős mértékben előrelép. Ugyanakkor, hogyha előre tekintünk néhány évtizedet, és csak úgy mellékesen jegyzem meg, bár lehet, hogyha idő marad a végén, erre még visszatérek, már eddig is szó volt róla, önök, akik ezt hallgatják, nagy valószínűséggel megérik a 2008, a 2080-at, vagy akár 90-et is. Ebben az időszakban a legjelentősebbé ez a bizonyos Szahara alatti területek válnak, valamikor a 2050-re mondják. Tanár úr, három percet van még. Gyorsítsam. Értetem. Akkor a következőt szeretném, ha el tudnánk menni a válságban felértékelődő szabályok a szervezetek számára. Még. Itt. Egy picit meghökkentem ezzel, bár lehetett számítani rá, kihagytam néhány nagyon lényeges tényezőt, amelyek arra vonatkoznak, hogy mit is jelent az, hogy a világ válságkorszakba lépett. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan számítanunk kell arra, hogy válságok keletkeznek, és a válságok nem amiatt keletkeznek, mint az emberiség korábbi korszakaiban, a tudatlanság, a tapasztalatlanság, vagy éppen a gonoszság miatt, hanem szinte maguktól önszerveződő módon keletkeznek válságok. Ez azért különösen érdekes, mert hiszen itt most projektmenedzsment szakemberek számára beszélünk, a projekt pedig a stabil szervezethez képest, sokkal, hogy is mondjam, labilisabb szervezetek. Itt most arról beszélek, hogy még a stabil szervezetek is alapvető kihívással kénytelenek szembenézni. Tehát, ami új szabályt jelentene, ez valamiképpen elkerülni a megfőtt béka szindrómát. Ez a megfőtt béka szindróma arra a metaforára utal, hogy a vállalatok, először én az IBM-mel kapcsolatban találkoztam ezzel, amelyik a 90-es évek elején életének az egyik legkomolyabb válságát élte át, és miközben ő mindig mindenben a legjobb volt, nem vette észre, hogy a környezet jelentősen megváltozott. A megfőtt béka szindróma tehát arra utal, hogy az ember hozzászokik a folyamatos változáshoz, és a végén bekövetkeznek a krízisek. Ennek egy másik fajta, hogy is mondjam, hibája, amit elkövethetünk,
amivel társadalmak, de egyének is, és néha, hogy is mondjam, szervezetek is szembenéznek. A különbség csak az, hogy a szervezeteket, ha ilyen hibába estek, már mint a tanult tehetetlenség hibájába esnek, hamar, hogy is mondjam, fölvásárolják, megszüntetik és elpusztulnak. Tehát a tanult tehetetlenség azt jelenti, hogy képtelenek ellensúlyozni a, hogy is mondjam, az állandó szervezeti válságokat, és tulajdonképpen egy idő múlva nem is próbálnak ez ellen tenni bármit. Ehelyett ennek ellensúlyozására szokták javasolni a paranoid viselkedési mód, hogy is mondjam, alkalmazását, de arra kell vigyázni, hogy nem paranoid vezetőkre van szükség, hanem a paranoid funkcióra, funkció meg, hogy is mondjam, alkalmazására az adott vállalatnál, vagyis folyamatosan számolni kell arra, hogy valami elromolhat, és valamit tegyünk. Itt hivatkozom, és a jelenlevőknek szeretném javasolni, hogyha egy pici időjük van, elolvasni a Csak paranoidok él túl, Paranoid él túl című könyvet, amit Andrew Grove írt, magyar származású és az Intel legendás vezérigazgatója írt. Nagyon jól használható könyv. Amire tehát szükség volna, a kísérletező és tanuló képesség megtartása, és az ezen alapuló adaptivitás megszervezése. Lépjünk még egyet. Köszönöm. Ami tehát lényeges, az előttünk álló időszakban jelentős mértékben kaotikus állapotok lesznek. Ezek a kaotikus állapotok nagyon megnehezítik a szervezetek tevékenységét. Mindenki arra vár az elején, az első előadásokat hallgatva én is azt írtam le, azt várja mindenki, hogy visszatér a régi normalitás. Nem akarom magukat elkeseríteni, lehet, hogy nincs is igazam, a régi normalitás nem tér vissza, sőt folyamatosan állandó válságokra lehet számítani. Ebben pedig a vállalatoknak, a vállalatok stabilitását nagyon jellegzetes és különös megoldások biztosítják. Olyan megoldások, amik egyébként a normál ügymenet számára nehezen kezelhetők. A Harvard Business Review-ban néhány éve jelent meg, nekem nagyon tetszett könyv, onnan veszem az ötleteket, és azt mondja, hogy a szervezeti stabilitást sajátos megoldásokkal lehet biztosítani, ilyenekkel. Tarts fenn a sokféleséget. Ha úgy tetszik, ellentétes azzal, amit a szokvány üzleti logika mond. Tarts meg a modularitást, őrizd meg az ismétlődéseket. Tehát ahelyett, hogy ezeket kiszelektálnád, próbáld megtartani. Csökkentsd a bizonytalanságot, de készülj mindig a meglepetésekre. Létesíts visszacsatolásokat, és főként tulajdonképpen a kaotikus rendszerekben ez a legnehezebb, erősítsd a bizalmat, és ösztönözd a viszonosságot. Vagyis tulajdonképpen ne a változás elutasítására törekedj, hanem próbálj meg alkalmazkodni, elébe menni a változásoknak, és így lehetővé tenni azt, hogy a szervezet stabil legyen. A szervezetnek, megint csak egy fura kifejezést mondjak, könyvet írtak erről, Anti-Fragile címmel, tehát, hogy olyan struktúrát kell kialakítani, amely nem keménységet és centralizáltságot, hanem általános rugalmasságra építi a stabilitását. Köszönöm, azt hiszem lejárt az időm. Fantasztikusan jó, igen, köszönjük szépen. Bejött kérdések, egy kérdés jött be, és két-három megjegyzés, amiket igen, majd megosztok a tanár úrral. Az egyik az, kérdés az az, hogy lehetséges-e, hogy a most felszálló fejlődés tetőzéséhez húzott válság azonosítás téves, és ez gyakorlatilag már a hanyatlás kezdete? Nagyon jó a kérdés, bár tehát azt akarom mondani, én egy életgörbével próbáltam leírni a fejlődést, de az életgörbének sokféle kimenete van. Ha lett volna két nap előadás, akkor mutattam volna, van az életgörbénél fölmegy, és utána összeomlás.
Erről beszélnek, ilyen lehet. Egy másik lehetőség, hogy az életgörbe fölmegy, és ilyen ciklikus válságokon keresztül folyamatosan fog beállni a stabilra. Szépen lehet rátérni erre a stabil szakaszra, elvileg föltételezheti valaki, hogy itt kiigazítjuk, majd valaki kitalál valamit, és az emberiség rakétaszerűen fejlődik tovább, határa csillagos ég, és van még egy nagyon érdekes lehetőség, ezt fölírom, mert egyébként egyéni stratégiában is ez az önök számára érdekes lehet, egy Charles Handy nevezető angol szakember, vállalati kultúrával, sok mindennel foglalkozott, nagyon érdekes volt a sorsa, írt egy könyvet, megint csak ajánlom, ez a második görbe. Tehát elképzelhető, hogy az emberiség életében, ide próbálom felrajzolni, ez a görbe valamikor lejjebb egy új növekedési görbe indul el. Az én előadásomnak a mottója egy picit erre utalt. Életem csúcsán formálisan 1991-ben voltam, nagyjából 30 évvel ezelőtt, fél év múlva egyik sem. Lemondtam a politikai és üzleti funkciómról, elmentem tanárnak a Külker főiskolára, ötöt fizetéssel, különösebben nem presztízsű beosztott tanárként, életem egyik legbölcsebb döntése volt. Elindult, én így érzem meg, elindult az új növekedés, a második görbém, és bocsánat, az elmúlt 30 évet boldog, virágzó korszakként éltem meg. Még egy kérdés jött be, tanár úr, hogyan lehet jól kezelni a kísérletezési kedv kiépítését és a hatékonysági elvárásokat együttesen, egyidejűleg? A következő van, nem tudom. Pontosabban olyan jelszavakat tudnék csak mondani, amit egyébként a politikát ismerve mindenki megmosolyogja. Az üzleti élet, hogy is mondjam, realitását ismerve sem nagyon lehet. Például minél diverzív tímeket kell használni. Mégiscsak, hogyha már volt, hagyd mondjak ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes példát. Kennedy elnök életében és az emberiség életében két nagyon érdekes kubai válság volt. Az első válság rögtön azután következett be, hogy Kennedy elnök lett, és majdnem beugratták őt, hogy támogassa a kubai, hogy elfoglalják, elzavarják Castroékat. Nagyjából egy nap alatt az egész invázió összeomlott, és Kennedy föltette a kérdést, hogy hogy lehetünk ilyen őrültek. És kiderült, hogy amikor erről a döntést hozták, akkor nem volt lehetőséget senkinek azt mondani, hogy bocsánat nekem más. A Dean Rusk azt mondta, hogy bocsánat nekem mások a tapasztalataim, te hallgass csak, már meghozta a főnök a döntést. Fél év, azt hiszem egy év múlva volt a kubai rakétaválság. Hogyha Kennedy nem tanult volna ebből az esetből, hogy a vezetői tímeknél diverzitás kell, vita kell, ha úgy tetszik, ördög ügyvédje kell, akkor nem alakult volna ki az a megoldás, akár hiszik, akár nem, bár akkor én ezt másként láttam, mint egy lehetővé tették a szovjeteknek, hogy az arc megőrzésével visszatudjanak vonulni. De ehhez egy olyan belső vita kellett, ahol mindenki elmondhatta a véleményét. Ezzel csak azt akartam jelenteni, hogy nem lehetetlen ezt megoldani, de meglehetősen bonyolult.